Tehát ma reggelre a belga hatóságok a tegnapi merénylet több elkövetőjét is azonosították. Van, akit keresnek, van, aki ugye öngyilkos merénylő, tehát a helyszínen vesztette életét a cselekedetek közben, és hát különböző találgatások voltak napközben, hogy az egyiket elfogták, aztán mégsem, aztán a negyedik menekülő az, akit tavaly állítólag igazoltattak az osztrák-magyar határon, vagy legalábbis átlépett valaki egy ilyen nevű útlevéllel, mert ilyenkor azt nem nagyon tudjuk, hogy a személy volt-e, vagy pedig a hamis útlevele. Ezek a mai friss hírek. Viszont azt, hogy pontosan mi volt az indíték, még nem nagyon kereste senki, mert hogy nem adtak rá választ. Végig József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy nehéz lenne keresni, hiszen az érintetteket nem lehet megszólítani, éppen menekülésben vannak. De ön szerint az indíték az mi egy ilyen esetben? Minél, vagy az nem is tudom, hogy indítéke, hogy halljon meg minél több ember? Nos, az a helyzet, hogy ez a cselekménysorozat, most mondhatjuk meg egy cselekménysorozat, eltér a korábbi klasszikus értelmet elő cselekményektől, ahol valami ideológiai, politikai cél érdekében követtek el terrorcselekményt, és voltak követelések, hogyha nem ez lesz, akkor az lesz, és mindegy, nem menjünk be. Tehát voltak követelések, most meg igazából nem nagyon jelennek meg követelések. Tényleg besorolható a vallási alapon elkövető terrorcselekmények közé ez a cselekmény is, amennyiben valami vallási felhívás jelent volna meg, tehát, de nem jelent meg semmi. Egyre inkább az a véleményem, hogy pszichésen beteg emberekről szól a történet, akik egyébként nem sok értelmét látják az életüknek, és találtak valakiket, akik értelmet adtak a haláluknak, az életüknek és a haláluknak, és aztán egy ilyen más állapotban elkövetik ezeket a cselekményeket. Kvázi öngyilkosok lesznek valami cél érdekében. Ilyenkor milyen célt lehet felvázolni, hogy az életed kiüresedett, na de akkor mondok neked egy nagyon, nagyon kerek egész célt a halálod utáni állapotra, ennyi elég? Hát ugye van, hogy demonstráló öngyilkos, mint elkövető típus létezik, ilyen típus. Most ebbe persze belecsolni őket, hiszen valamit el akartak mondani talán a világnak, vagy valaki majd elmondja utánuk ezt a világ számára. Egy biztos, hogy annyiban változtak a terrorcselekmények, hogy még korábban a 70-es évek végén kevés számú sérülttel és halálos esettel követtek el nagy hírértékű cselekményeket, manapság nagy számú, tehát törekednek, hogy minél nagyobb számba legyen halálos eset vagy sebesülés, és persze ennek nagy hírértéke is van, de ugyanakkor a hírértéke, mint ha kevesebben halálnak meg. Tehát mintha lenne egyfajta cél, aminek az a küldetése, hogy minél több embert megölni. De igazából azt se lehet mondani, hogy bármilyen cél érdekében tennék meg. Tehát nincs egy világos cél, hogy azért tesszük, hogy majd elismerjék ezt az államot, vagy elismerjenek bennünket, mint szervezetet, vagy elismerjék ezt az ideológiát, vagy felfogják, milyen nagyszerű vallás az általunk képviselt, és ahogy mi képviseljük a vallásunkat. Tehát tulajdonképpen, amikor tegnap a merénylet után nem sokkal az iszlám állam magára vállalta a cselekményt, a terrorcselekményt, akkor senki nem kutakodott tovább, hogy miért is, mert hogy evidencia volt, hogy ja, a fél világ összefogott az iszlám állam ellen, akkor ez bosszú. Tehát, hogy elég már azt mondani a mai világunkban egy ilyen szörnyű cselekmény után, hogy én voltam, én vállalom magamra, slussz. De nem kell hozzátenni azt sem, hogy azért, mert ti bebörtönöztétek a mi tagjainkat, vagy azért, mert megöltétek az egyik vezetőnket, vagy tegnap előtt elfogtátok azt a harcosunkat, aki még a párizsi merényletnek az egyik elkövetője volt. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolnak a terroristák. Bosszú is kész. Azért elég szörnyű, hogyha a világot most már ez irányítja. Hát, gyilkosság a gyilkosság kedvéért, lehetne mondani, tehát mint a sorozatgyilkosok. Bizonyos fajta, hát a sorozatgyilkos az más téma, egyezünk meg, ott nyilvánvalóan valamilyen hatalmi hatalom kiélése érdekében követnek ilyen cselekményeket el, és keveredik szexuális élvezettel. Itt ezt nem mondható el valószínű, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy lápúr lár, tehát magáért a gyilkosság kedvéért követnek egy gyilkosságot, bízva abban, hogy majd ennek hírértéke lesz, és az ő megítélésük valami pozitív értéket fog kapni a világban, illetve amennyiben a családot támogatják még ezt követően, akkor esetleg azért is követhetnek ilyen cselekményt, hogy majd bizonyos apanást fog kapni a családjuk az ő halálokat követően. Hogyha a megváltozott terrorcselekményeket tartjuk még mindig szem előtt, akkor gondoljunk bele magába az iszlám államnak a működésébe. Tehát akkor, amikor történelmi több ezer éves városokat tesznek a porrá,
porral egyenlővé, akkor, amikor falukat, falvakat pontosabban írtanak ki, tömegesen mészárolnak le embereket, akkor sem szoktak jelentkezni, hogy azért, mert ez és ez történt a mi sérelmünkre, hanem egyszerűen brutális gyilkológépek vagyunk, és mi azt teszünk, amit akarunk. Tulajdonképpen ezt csinálják most Európában? Igen, mert eljöttek. Itt most nem a területfoglalás. Azt sem lehet mondani, hogy azért jöttek Európába, hogy bosszút álljanak. Azért jöttek Európába, hogy itt csináljanak háborút, mert ahhoz kevesen vannak, ahhoz nincs megfelelő szervezettségük. Hogy az erejüket megmutassák, nem? Talán erőt fitoktassanak. Erőt megmutatni nem tudnak ezen keresztül, talán félelmet tudnak kelteni az emberekben, hát amennyiben hajlandóak vagyunk félni. De hát saját magunkkal szúrnánk ki, ha elkezdenénk félni ilyen cselekményektől, hiszen egy évben többen halnak meg balesetben az utakon, mint terrorcselekmény következtében. Mégsem fordítanak a figyelmet a balesetek megelőzésére. Tehát azt gondolom, hogy mindenki eljátszhatja maga szerepét, a maga szakmai kompetenciát kiérheti ezen keresztül. Maguk az elkövetők is, akik megbízzák az elkövetőket, meg hát az aktuális hatalom is a fellépésén keresztül. Én magam is kiérhetem a magam szakmai kompetenciát, hiszen beszéltek erről. Mindenki jól jár, csak azok a szerencsétlenek nem, akik meghalnak, meg megsebesülnek, lábukat vesztik el és az életüket vesztik el. Azt már tudjuk, bocsánat, hogy indultos voltam egy kicsit talán. Nem, elgondolkodtam azon, amit mondott. Azt már tudjuk, hogy ezek az elkövetők, akik ott az életüket is vesztették, a rendőrségnek, a hatóságnak, hogy ez most titkos szolgálat vagy rendőrség, hogy mindkettő a látókörébe voltak. Ezt megint nagyon rossz így utólag hallani. Ezt hallottuk a párizsi merénylet kapcsán, a Charlie Hebdo merénylet kapcsán, és hogy már ült terrorizmusért, már ült terrorizmus megszervezéséért, akkor hogy kerülhet úgy ki a hatóság látóköréből, hogy egy újabb szörnyű cselekménynek az aktív résztvevője lesz? Talán érdemes végiggondolni a következőt, amikor már szakszra lenne egy beavatkozás. Tehát van információ, de nem elégségesen és jól ellenőrzött információ. Tehát valahonnan bejött egy információ, de másik oldalon tudjuk megerősíteni, tehát nincs ellenőrzve az információ. Ebben az esetben lehet, hogy már szakszerű lenne a beavatkozás, bármilyen előzetes intézkedést hozni, de még kellő törvényességi garanciák vagy feltételek nem állnak rendelkezésre. Tehát szakszerű lenne, de nem törvényes. Mikor a meg elégséges törvényes ok áll rendelkezésre, hogy beavatkoznak, akkor meg már nem szakszerű, elkéstünk vele. Tehát nagyon fontos lenne itt kicsit óvatosabban fogalmazni, és a szakmaszabályt követni inkább, mint politikai érdekek mentén véleményt formálni ebben a kérdésben. Azt gondolom, most a kormányzat politikája ebben a vonatkozásban is intézkedése, inkább óvatos intézkedések, és inkább a szakszerűség mentén hozott döntések, mint politikai érdekek mentén hozott döntések. Melyik kormányzatról beszélünk? Magyarról gondolom. Magyar beszélek most, igen. Hiszen meg akarnak előzni valamit, hogy most túlzottak vagy nem túlzottak a fellépések, ezek csak utólag fognak kiderülni. De valakinek döntést kell hozni ebben a kérdésben. Valakinek döntést kell hozni abban a kérdésben, ha van egy rendkívüli cselekmény, egy túszesemény, hogy akkor milyen megoldást fog erőszak. Szabadítunk vagy fizetünk. Vagy ölünk. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.